hajnali 2 óra van, és nemrég indultunk át, csak Zsoltér megállt autót mosni. 2-ből 1 gyerek alszik, a másik az most eszik. Nem tudom, hogy fogja bírni Lili az egész napot, mert hogy még egyáltalán nem aludt, annyira izgatott. A lényeg az, hogy most egy olyan jó, hát pisi szünetekkel együtt 10 órát fogunk utazni, a célállomásunk pedig Rovinj. Ha érdekel titeket ez a kis kiruccanásunk, akkor tartsatok velünk. És alagút! Aha. Hát ez ilyen pici lesz, ennél jóval hosszabb is. Nem is... Jaj, nem is látom a lányokat, úristen, hol vannak? Apa, nem, elhagytuk őket, kiszálltak a kocsiból. Hangjuk itt maradt. A hangjuk itt maradt? Anyu! Én is hallom. Anyu! Elbújtak? Jaj, megvagytok, sziasztok! Sziasztok, hát ide értünk, sőt már másnap reggel van. Tegnap boltokat hajkúráztunk, főleg ugye vettünk mindenféle kaját magunknak, reggeliket, ilyesmit, meg a lányoknak kellett úszócipő, meg naptej, mert az nem volt. Úgyhogy ezt csináltuk, aztán utána lementünk a partra kicsit fürödni, és eszméletlen jó a víz, meg sétálgattunk, de viszonylag korán, 6-7 óra fele így ki is dőlt a család. Úgyhogy az igazi városnézés, meg strandolás az mára lesz. Ez csak egy rövidke kis akármi, tehát ez nem egy igazi nyaralás, csak valakiknek lerobbant a kocsijuk, nem tudtak eljönni nyaralni, és felrakták ilyen eladóra lényegében a nyaralásokat, és mi meg lecsaptunk rá. Úgyhogy így kerültünk mi most ide Rovinjba. Most elkészülöttünk Lilkóval, itt nem messze van egy pekere, veszünk jó kis horvát péksüteményeket, ezt nagyon-nagyon szeretem. Megreggelizünk, és akkor megyünk strandolni. Megmutatom nektek, hogy itt milyen a környéken a strand, és ez kilátás a strandról, gyönyörű, egybe az óváros lehet majd látni. Ez a strand egyik része, és ott az Rovinj óvárosa. Egyszerűen csodálatos innen a kilátás. A videó annyira nem adja át. Megpróbálok kicsit közelíteni. Na, körülbelül így látszik valójában. Ó, és még a szemetet is szedik, nézzétek, mennyire szuper. Igen, szép tisztán tartják a strandot. És a kilátás, ez tényleg fantasztikus. Reggeliztünk, összepakoltam, most várjuk Zoltét, mert ő elment a Plodinéba. Az, hát kocsival kellett menni, mert messze van. Nagyon meleg van, és ezen a strandon nincsenek ilyen napágyak, ahol lehet bérelni ilyen napernyőt, meg semmi árnyék sincsen. Úgyhogy Zsolti elment venni egy napernyőt. A lányok már egy fürdőruhában, meg én is teljes harci díszbe. A hajammal nem tudom, hogy mi van. Ugye most festettem. Nem én, hanem a fodrász. Na mindegy. És amúgy teljesen pirosnak tűnik megint a felvételeken, de hogyha Instán megnézitek a képeket, akkor ott látszik, hogy ez ilyen magenta rózsaszín. Viszont festés óta kicsit így másmilyenek lettek a fürtjeim, nem göndörödök be annyira, mondjuk az igaz, hogy most fel is volt kötve, fel is volt gumizva, lehet, hogy azért. Na mindegy, ez csak részletkérdés. Na most nagyjából látszódik, hogy milyen színű igazából a hajam. Este 7 óra van, és most indulunk el vacsorázni, egész nap fürdöztünk, és hiába kenegettük magunkat 50 faktoros napteljel, azért elég szépen leégtünk, itt azért látszik az arcomon is, de főleg a hátam meg a vállam leégett. A lányokat is kicsit lekapta a nap, de szerencsére őket annyira nem, mi Zsoltival megszenvedtük, pedig mindig bekentünk magunkat akkor, amikor a lányokat is. Na mindegy. Itt a parton találtunk egy jó kis éttermet, úgyhogy oda fogunk elmenni, elvileg így ilyen 10-15 perc gyalog, és közvetlenül a parton van, tehát nagyon szépen látszik az óváros, meg esetleg a naplemente, úgyhogy ott fogunk most vacsorázni. Ugrottunk egy napot az időben, a tegnapi étterem árban jó volt, a kilátás gyönyörű volt az étteremből, a pincérek enyhén
mogorvák voltak, és nem voltak a toppon, fogalmazunk úgy. Az ételek pedig határozottan felejthetőek voltak, úgyhogy ezért nem is nagyon beszéltem erről az étteremről. Aztán onnan úgy döntöttünk, hogy besétálunk az óvárosba, viszont már nem videóztam, mert tök sötét lett addigra, és nem látszódott semmi. Visszafele meg a kisvonattal jöttünk, tök jó fej volt a kisvonat vezetője, a lányoknak nem is kellett fizetni jegyet, mondta, hogy ingyen vannak, hagyjuk az egészet a francba, úgyhogy csak mi adtunk, vagy hát csak mi fizettünk. Amúgy a felnőtt jegy 4 euró, a gyerekjegy pedig 2, ez ugye nem retúr, tehát ez csak egy útra vonatkozik. Most elkészülöttünk, egész nap megint fürdőztünk, és most a kisvonattal bemegyünk a városba, ott fogunk pizzázni, kinéztem egy nagyon jó pizzériát, 4,9-es értékelésen, ahol állítanak tényleg isteni finom a kaja, úgyhogy oda fogunk most bemenni, és majd hazafelé is kisvonatozunk, és most viszont már szeretném én is fényben is megnézni az óvárost. Sötétben is gyönyörű volt, de hát vannak olyan részletek, amikhez muszáj, hogy fényben látszódjanak, úgyhogy ez következik ma. Minden évben szoktunk vinni a nyaralásról hűtőmágnes, de most kitaláltunk valami újat a lányokkal. Nem saját ötlet, hanem Verának láttam Instán, és annyira megtetszett, hogy úgy gondoltam, hogy ezt mi is bevezetjük. Vettünk egy képeslapot, a lányok rajzoltak rá, leírtuk, hogy kinek mi tetszett a legjobban, megcímeztük, és holnap fel fogjuk adni a postán, és hát már otthon leszünk, mire hozza a postás, de ezt is el lehet majd rakni emlékbe, és innentől kezdve minden egyes nyaralás alkalmával küldünk majd saját magunknak haza képeslapot. És kiválasztottuk az idei hűtőmágnest is.
A lányok ezt választották. Zóváros látszik rajta, szerintem gyönyörű. Hát, már itthon vagyunk, sőt, már eltelt egy hét. Ugye ott fejeztem be, hogy megkerestük azt a pizzériát, aminek nagyon-nagyon jó az értékelése, és tényleg, hogyha Rovinjban jártok, próbáljátok ki ezt a pizzériát. Valami eszméletlen finom a pizzájuk, viszont azt javaslom, hogyha mindenképpen ott akartok enni, akkor nyitásra menjetek oda, 6-kor nyit amúgy a hely, mert különben nem fogtok asztalt találni. Konkrétan úgy volt, hogy a hát kis utcácska egyik oldalán vannak az asztalok, a másik oldalon ugye egy lépcsősor, és ott ültek az emberek a lépcsősoron, és várták, hogy felszabaduljon egy asztal, és hogyha valaki felett, akkor gyorsan odafutottak. Úgyhogy nagyon durva volt, nagyon kedves a kiszolgálás, és tényleg szerintem a világ legfinomabb pizzája. Én ilyen szarvasgombás szószos pizzát ettem, és tényleg fenomenális volt, úgyhogy ezt nagyon tudom nektek javasolni. Hát másnapra megérkezett a vihar, reggel ömlött az eső, és gondolkodtunk rajta, hogy mit csináljunk. Ugye az egyik terv az volt, hogy bemegyünk Pulára megnézni az akváriumot, mert ezt nagyon sokan dicsérik, viszont mivel az egyetlen zárt program lényegében ott a környéken, ezért jött is az info, hogy eszméletlenül sokan vannak, úgyhogy ezt úgy döntöttük, hogy akkor inkább kihagyjuk, és megvártuk, hogy elálljon az eső, és visszamentünk az óvárosba, ott ebédeltünk, és hát megint órákig császkáltunk az óvárosban. Tényleg nagyon kis zegzugos, el is lehet azért nagyjából tévedni, mert nem mindenki sikátor látszik a Google Maps-en. Viszont annyira azért nem lehet eltévedni, mivel egy félsziget, tehát előbb-utóbb kijutsz a tengerhez, onnan meg azért már könnyű tájékozódni. Gyerekkel is nagyon-nagyon jó móka amúgy az óváros, meg hát romantikus programnak meg szerintem eszméletlen jó. Meg is beszéltük Zsoltival, hogy így lazadt 10 év múlva, mert itthon lehet hagyni majd egyedül a gyerekeket is, akkor majd visszamegyünk kettesben mindenképpen Rovinjba. Bementünk aznap egy ilyen cukorkaboltba, ami egy tök nagy pénzlehúzás, lényegében ugyanolyan gumicukrokat lehet venni, mint amiket zacskóban megveszel, csak ott sokkal drágábban. Vettünk egy kis cukorkát a lányoknak, hogy mégis csak az élmény miatt. Aztán utána anya talált magának játszóhelyet. Mutattam a videóban, hogy hát kb. Az óváros bejáratánál van egy ilyen piac, mindenféle olívaolajat, szarvasgombásat, csilisset, szarvasgombát, gyümölcsöket, tehát mindent lehet kapni, és hát ott bevásároltam. De utolsó napunk volt, és úgy voltunk vele, hogy úgymond a maradék eurót, amit nem költöttünk el, akkor azt ilyen szuvenírekre elköltjük, ugye ezt így szoktuk csinálni. Amúgy egy hét volt, mire megérkezett a képeslap. Pénteken adtuk föl Rovinjban, és tegnap pénteken érkezett meg hozzánk, úgyhogy tényleg egy hétig ült rajta a posta, nem akkora nagy távolság, de mégis elég sokáig tartott, mire megérkezett hozzánk. És nem is baj, hogy végül ezt így csináltuk, mert az került fel a hűtőre, ugyanis a hűtőmágnest sikeresen elhagytuk. Az apartmanban felrakta Lotti a hűtőre, és ott is felejtettük, mert nagyon korán indultunk, tudtuk, hogy a szombati nap az turnusváltás, úgyhogy nagy dugó lesz, főleg ott a Zágráb környékén, úgyhogy úgy indultunk, hogy ezt a dugót el tudjuk kerülni, és hát kicsit kómásan nem jutott eszünkbe a hűtőmágnes. Mindegy, a lányok meg elégedtek most abban, hogy a képeslapot raktuk ki a hűtőre. Úgyhogy jó ez így is nekünk. Én mindenképpen javaslom, hogy egyszer nézzétek meg Rovinjt, tehát valami csodálatos, tényleg ilyen visszatérős hely nekünk is, nagyon sok strand van. Úgyhogy ennyi lett volna, 4 éjszakát voltunk csak, úgyhogy ez tényleg most csak ilyen kis rövidke valami volt, de nagyon-nagyon jól éreztük magunkat. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottatok, találkozunk legközelebb, sziasztok!